Kedves vendégeink! Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket egy számomra rendkívül fontos könyv bemutatóján. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen nagyon sokan elfogadták a meghívásunkat. Ez egyfajta visszaigazolás, hogy sokakat érdekel a Sargotaljáni utcai zsidó temető sorsa. Tisztelettel köszöntöm a miniszterelnökség, a minisztériumok, az intézetek, a vallási és társadalmi szervezetek képviselőit, az érdeklődőket, barátokat, munkatársakat. És megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Dalma asszonyt, aki nagyon sokszor mellettünk van, és ez nagyon fontos számomra, ez nagyon fontos visszaigazolás. Külön öröm számomra, hogy velünk van olyan család, akiknek emlékei a temetőben nyugvó felmenőik miatt fontos ez a sír. Mikor jártam én először ebben a temetőben? Több mint 10 éve is annak, amikor javaslatomra emlékparkot létesítettünk a Sargotaljáni utcai zsidó temetőben, a budapesti gettóban elhunyt zsidó áldozatok emlékére. Az akkori és a mostani események között több kapcsolódási pont is van. Ilyen például Schweitzer József személye, aki 2002-ben avató beszédet tartott, és a most bemutatásra kerülő albumot megtisztelte előszó megírásával. Első élményeim a temetővel kapcsolatban nagyon meghatározóak voltak, Málnai Béla szavaival, ami szokatlan komor érzés ragadott meg engem. Monumentális mauzólumokat láttam egyszerű sírok mellett, ismertebbnél ismertebb személyek sírjait, a dualizmus kori nagy magyar zsidó családoknak a sírjait. Akkor elhatároztam, hogy ezzel a temetővel van még nekünk dolgunk. 2002-ben az egész temető műemlékileg védett lett, az akkori kultúra és tárca levédte a temetőt. 2006-ban pedig a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 24 síremléket védett le, a virtuális nemzeti sírkertbe tartozik, nemzeti sírkert része. Olyan sokak által ismert személyek sírjavát védeté, mint Baher Vilmos, Vázsonyi Vilmos, Weiss Manfred, Kis József vagy Fényes Adolf sírjai. A temető megmentése érdekében azóta is sokan sokfélét próbálnak tenni. Nem tudom, hogy most a teremben itt van-e Fejérdi Tamás, aki az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságának a főtitkára. Jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy ez a temető illik, megérik arra, hogy a világörökségi listára rákerüljön. Akkor ez még egy olyan álom volt, amit nem gondoltunk, hogy pár éven belül esetleg megvalósulhat. Azonban közel egy évvel ezelőtt a berlini konferencián, ahol Fejérdi Tamás volt az egyik előadó, és dr. professzor Klein Rudolf a másik, ismét szóba került a Sargotaljáni úti zsidó temetőnek a sorsa. Úgy került szóba, hogy egy nemzetközi sorozathelyszín egyik lehetséges állomásaként említették a temetőt. A budapesti sírkert jelenleg sajnos nem szerepel még a hazai várományos lista tételei között, de minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy felkerüljön rá. Kedves vendégeink! Több mint 10 évvel ezelőtt indítottam el egy könyvsorozatot, amely a Magyarországon található sírkerteket művészi igényű albumokban volt hivatott bemutatni. Megjelentettünk könyvet a Fiumei úti, a Farkasréti temetőről, megjelentettünk egy kötetet Zsidó síremlékek Budapesten címmel, majd megjelentettünk egy kötetet Győr-Moson-Sopron megyei temetőkről. Ebben a sorozatban jelenik meg a Nőri fennállásának első, de a sorozat szempontjából jubileumi 5. kiadványa, a Sargotaljáni utcai zsidó temetőket bemutató album. Ez a kötet egyfajta felkiáltójel, segélykiáltás a temető megmentése érdekében. A temetők részei a tárgyi örökségnek, hiszen az azokban található művek, szobrok, képek, a képet alkotnak az adott korról, és hasonlóképpen részei a szellemi örökségnek is, hiszen a síremlékek mesélnek nekünk az adott kor szokásairól, hagyományairól. Ezért is fontos egy ilyen műemlékekben gazdag temetőnek a megvédése és az utókor számára a megmentése. Köszönet illeti az albumban részletű valamennyi alkotót és közreműködött. Fogják látni, több mint 150 szuggesztív kép készült Nagy Károly Zsolt munkáját dicséri,
a kötetnek a biztos lektora Haraszti György professzor úr, a tervezés, tördelés az X-Meditor Kft. Munkáját dicséri, míg a kivitelezés megbízható kivitelben a Parker nyugda munkáját dicséri. Köszönetet mondok az előszavak íróinak, Boros Péternek és Svercei Józsefnek, hogy megtiszteltek az előszó megírásával. Szándékosan hagytam a végére Tóth Vilmos urat, aki a szerző és szerkesztő, és akivel több mint egy évtizede dolgozom együtt. Számos album megjelenésében ő volt az én legfontosabb munkatársa. Ha kézbe fogják venni ezt a kötetet, akkor láthatják, hogy Tóth Vilmos tudományos igényi feldolgozása egy nagyon komoly előrelépés ennek a temetőnek a további sorsát illetően. Köszönet értem, megérdemel egy tapsot. És végül köszönöm a házigazdánknak, Csorba László főigazgató úrnak, hogy ezt lehetővé tette, hogy ez a könyvbemutató egy ilyen gyönyörű nemzeti emlékhelyen történhet meg. Boldog lennék, hogyha egyszer, akár itt, ebben a teremben, akár önökkel, pár éven belül egy új albumot mutathatnánk be, ami már tel is tele van színes képekkel, egy megújult új zsidó sírkertet mutathatna be, amelyik a világörökségi státusszal is rendelkezik. Azon vagyok munkatársaimmal, és remélem önökkel együtt, hogy ez megvalósulhasson. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!